Na sziasztok srácok, én Martin vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóban. Az egyik haverom megkért, hogy nyissak ki neki 42 packet, mert amint látom, annyi van. Oké, szóval van 42 pack, és hát elfogadtam, mondtam neki, hogy kinyitom neki szívesen, és akkor azt mondta, hogy akár videóra is felvetem, szóval, ja. Szóval itt vagyunk a videóban, és reménykedjünk benne, hogy kapunk valamit, valami elit tokent, vagy sima aranyat, esetleg elit playert, azok közül Messi vagy Ronaldo, Neymar esetleg, aki rengeteget ér. Úgyhogy én kívánom, hogy nyissunk valami jót. És akkor kezdjük is el, 42 darab pack van, úgyhogy hajrá. Na nézzük az első packet, hogy abban nincsen senki. Hát jó, akkor haladjunk tovább, mert sok idő lesz, mire kinyissuk ezt a 42 darabot. Santos. Kettőből eddig semennyi nem jött. Nézzük. Mercado. Negyedik pack. Donk. Ez az. Pont rá vágytam egyébként. Hát jó. Nézzük a következőt. Luizinho. Azért 42 packből jó lenne, ha adna valamit, sőt szerintem fog is, mert olyan nincs, hogy 42-ben nem ad senkit. Egyébként az én akkuntomon eddig csak ezt az eventet csináltam, és eddig egyetlen egy tokent kaptam, egy arany tokent, semmi mást. Egy elitet nem adott, és igazából semmit. Azt az egyetlen egy gold tokent adta. És nekem ennyi volt a történet, szóval reméljük, hogy Daninak több szerencséje lesz a pakkokkal. Bár eddig nem túl biztató a dolog, mert semmit nem kaptunk még. És folytatódik a sorozat, amint látom. Na nézzük, akkor ebben lesz valami. Kaikedu. Oké. Nézzük a következőt. Na! Ott van a token, egy gold token. Jó, Daninak is jött egy token. Innentől kezdve neki már csak jobb lehet a dolga, mint nekem, hogyha kap valamit, de reménykedjünk benne, hogy fog is kapni, mert az nekem is igazából egy olyan jel lenne, hogy van remény, de kíváncsi leszek egyébként, hogy fog-e elit játékost adni. Erre vagyok a legkíváncsibb, mert igazából még nem nagyon... Lol. Na ott van James Rodriguez. Pont most mondtam, hogy nem nagyon láttam még olyat, aki elit játékost kapott, csak keveset. Erre pont itt van. Behagyja James Rodriguez-t. Nem tudom, mennyit érhet igazából. Ő sem szerintem olyan sokat ér már. Max egy 20k, de nem biztos. Lehet, hogy neki is nem ére megy még az ára. Ki tudja. Nézzük akkor tovább, hát ha ad még valakit. Nézzük, Mariano. Következő pack, Digard. Következő, kit kapunk? Hát, nagyszerű. 20 darab pack maradt hátra, szóval már túl vagyunk a felén. Hogyha ebben a felében is olyanokat kapnánk, mint az előzőben, akkor már jó lenne, mert egy elit egy token. Azt szerintem már Dani is örülne neki. De nézzük akkor, mi az igazság. Kapunk-e valakit, vagy valamit, tokent, elit tokent, elit playert, Messi-t, Ronaldo-t, mit tudom én, hogy kit lehet még kapni. De jó lenne. Jó lenne. Ne csak ilyen gold szutykokat adna. Arbilla, ez az. Oriol Riera. Torres. Guidetti. Na jó van, hát eddig eléggé hülye játékosokat kaptunk az elmúlt pár packben. 11 darab, és ott a token, tessék. Megint csak meg kellett szólalnom. Ennyi. Ennyi. Ez már a második token. Már sokkal jobban állsz, Dani, mint én, úgyhogy gratulálok. Neked nagyobb a packlakod, mint nekem. Hát jó, nézzük akkor tovább. Vagyis hát igazából nem tudom, hogy mennyiszer nyomtál stamina refillt, hogy gyűjtsél pekeket.
Én nem nyomtam, én majd a TOTS packet fogom megvenni, és az ad vagy 5 tokent, vagy pedig X tokent és elit játék, vagyis hát TOTS játékost, úgyhogy abban is tudok majd reménykedni, hogy valami nagy játékost ad. Úgyhogy ja. Na itt pedig már csak 6 pack maradt, hogyha jól láttam. Sisztó. Igen, utolsó 5-nél járunk. Itt még akár valakit beadhatna, Montoya, hát nem pont rá gondoltam. Egyébként Montoya egy jó játékos volt, még a FIFA 15-be. Ja, hát én szerettem vele játszani. Sandro. Utolsó 2 pack. Nézzük, hogy bejön még egy kis szerencse. Itt a legvégén. Sisztó már megint. Oké. Okay. És az utolsó pack, nézzük, hát ha ad valamit, ebben lenne Messi, hát nem, Raúl García. Nem pont rá számítottam, megmondom az őszintét nektek. De nézzük is, hogy akkor mit is szereztünk ebből a 42 packből. Szóval, egy darab elit játékos jött, méghozzá James Rodriguez, szóval azért az nem rossz. Mindjárt meg is nézzük, hogy mennyit ér. Van itt egy Koke, meg egy Diego Alves, ezeket nem nyitottam, hanem Dani. Hát egy csomó gold játékost kapott. Nem store, hanem plan. Nézzük meg. Aha, szóval ezt gyűjti a Dani. Hát valószínűleg a gold játékosok, hát nem biztos, hogy megvannak, de nagy eséllyel megvannak. Igazából én most nem tudom, hogy majd Dani berakja, hogyha akarja ebbe a plembe. Én most nem rakom be neki. Ezt ne értsétek félre, légy szíves. Oké. Haladjunk tovább. Én egyébként azt javaslom, hogyha szerezne egy elit tokent, akkor mindenféleképpen erre hajtson, de hogyha meg nem, akkor nyilván egyszer ezt is ki kell nyitni. Meg kell próbálni, hát ha beadja a starter player-t. Aztán pedig igazából szerintem többször már úgysem fog kijönni a token, úgyhogy a 100 playeres plembe nyugodtan berakhatod a játékosokat, abból kapsz egy csomó elit trófeát, azzal is azt kezdesz, amit akarsz, akár el is adhatod őket. Úgyhogy én ezt javaslom neked, Dani. Ja, és majdnem elfelejtettem, mondtam, megnézzük James Rodriguez-t. Hát akkor nézzük is meg. Mennyibe megy? Na. 82-es. James Rodriguez. Hát igazából jól tippeltem, egy 20 ezer. Egy 20 ezerbe elmegy. Oké. Vele is igazából azt csinálsz, amit akarsz. Lehet, hogy megtartod, lehet, hogy nem. Bár nem hiszem. Vagyis hát végül is nem tudom. Szamokat úgysem használhat szerintem, úgyhogy... Na hát köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy Dani azért egy kicsit örülsz, 2 tóká meg egy elit játékos, ennyit tudtam alkotni, ez van. Úgyhogy, ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Nem sokára jön majd a BBVA-s TOTS pack openingem, ahol kinyitok majd egy rendes packet, valószínűleg 1000 főpontért. Aztán kinyissuk a starter packet, és upgrade-elni fogunk valakit. Azt még nem mondom meg, hogy kit, majd meglátjátok. Na, sziasztok!